Helyszínünk Alexandria, az a Nílus menti, hol az ódivatot csak a stílus menti. Az új neve nem ez, de kötődjünk az óhoz. Hiába is kötnénk az ebet Kairóhoz. Nílus túljunk tehát, dőljünk szépen hátra, s nézzük, mitől morcos a kényes Kleopátra. Elég! Ez a hír téged bizonyára hanyatlök, de Egyiptom hanyatlik. Noha fényes volt a dicső aranykor, de mára sajnos megkopott az összes erény. Kár! Egyiptom csak potom római provincia. Provincia? Az. Elfelejtesz valamit, ó Cézár. Nálunk vannak piramisok, Rómában nincs baromisok. Ez a gúla féle? Vagy a szfinx? És a fároszi fénytorony, azt talán szalmaláng? Az a múlt, elavult. Igen, a múlt. És a jelen. Népem nem jelentéktelen. Még hogy a te néped, hisz származásod görög. Még egy bolában is több egyiptus vércsörög. Elég! Már pedig be fogom bizonyítani, ó Cézár, hogy országom népe egytől egyig zseni. Zseni? Ez isteni. Miben? A képírásban? Nem. Hanem mondjuk építenek egy palotát neked? Fölösleges, Rómában van egy rakás. Ide is kellene egy örök lakás. Egy másfél száz szoba hall, hol a császár hál. Ha már a kis koszos provinciájába együtt. Csak hogy ez sokkal nagyobb lesz, mint minden palotád együtt. Nagyobb, mint Cézár összes palotája? Tied a pálya. Kezet rája. Rómát sem egy nap alatt építették, ezt úgy is hiába várom. Hány év lesz három? Csak egy nyár. Csak egy nyár? Csak egy nyár? Csak egy? Három hónap múlva megkapod a fészket. Nem láttam még házat, mely időben kész lett. A fogadás legális. És ha a palota addigra tényleg áll is, beismerem, hogy a népet kolosszális. Bár kétlem. Bár kétlem. Három hónap múlva ugyanitt? Ez a Cézár a végén teljesen kiborít.